Székely Bertalan kolozsvári születésű magyar művész. Életművében a történelmi képek meghatározóak voltak, azonban ezekhez képest a későbbi korszakában váltani tudott, és a nagy történelmi tablók, mint például a Zrínyi kirohanás, ez már a életművében az utolsó jelentős történelmi festménye volt. Későbbi alkotásai között nagy szerepet kapnak a bensőséges, családi érzelmeket is megjelenítő alkotásai. Ezen kívül kiemelkedő szereppel bírnak a portrék, és ő az a művész, akinek az utolsó korszakában a köztéri, középületekben levő alkotások is döntő szereppel bírtak.